Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Béres Sándor, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnök helyettese, a Karcagi Szervezet elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Csókolom, és szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket, és köszönöm a meghívást, örömmel jöttem Önökhöz. Mi köszönjük, hogy elfáradt hozzánk Sanyi bácsi. Sanyi bácsi, állandó pörgés az élete, jön-megy, intézkedik, repül, utazik, vonatra száll. Meséljen nekünk, merre járt az elmúlt időszakban, az országban vagy a nagyvilágban? Hát jelen pillanatban az országról beszélhetek, az országban nagyon sok helyen voltam. Például Bicskén tartottam egy előadást a nyugdíjasoknak, és hát olyan dolgokat mondtam el nekik, ami még akkor nem volt olyan nagyon publikus, tehát a nyugdíj emeléssel, hát miről is beszélhetnék egy nyugdíjas társaságnak. Ez az, ami érdekli őket. Őket mindig legjobban a nyugdíjasokat, a emelés, a nyugdíj emelés. És én nagyon megnyugtattam őket, hogy biztos, hogy meg lesz a nyugdíj emelés, 100%-osan meg lesz, ugyanis előtte egy pár nappal beszéltem Orbán Viktorral, és azt mondta, Sanyi bácsi, nyugodtan mondd el mindenkinek, hogy meg lesz a nyugdíj emelés. Nem úgy, mint ugye volt az előző kormány, aki azt mondta, hogy nem fogják csökkenteni a nyugdíjat, erre föl elvették a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, és az mélyen érintette a nyugdíjas társadalmat. Nagyon, de nagyon mélyen, mert pontosan karácsony előtt, amikor az unokáknak ajándékot vesz az ember, meg ilyen dolgokat, olyan dolgokat, és most hál' Istennek ebbe az évbe az unokák sem maradnak ajándék nélkül, és ez a jó benne. Beszéljünk, Sanyi bácsi, most egy picit a Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületről. Történt-e valami változás az Egyesület házatáján? Igen, történt változás, ugyanis az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületnek elnökhelyettese lettem, és bizony-bizony én elég kemény vagyok ahhoz, hogy amit addig nem jólnak láttam, én azokat korrigáltatom most, azokat a hibákat. A jót az természetes, hogy elkönyvelem magamnak. És hát ugye én megígértem, hogy nagyon sok helyen ott vagyok az országban, ahová meghívnak a nyugdíjas polgári egyesület, mindig elmegyek, szeretettel elmegyek, és örülök neki, hogy nagyon sok meghívást kaptam. Hát 54 egyesületünk van, és az 54 egyesületből eddig körülbelül 15-20-at már lejártam. Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag minden hétre jut. Igen, minden hétre jut egy-egy, így van. Így van, úgyhogy menni kell, mert csinálni kell. Nem beszélve arról, hogy most Karcagon talán a mi dolgunkra, hogy termeltünk palántokat, paprikapalánt, paradicsompalánt, Szilvikének ez nagyon, de nagyon komolyan szöget ütött a fejébe, hogy jó volna egy ilyen kis kertészetet összehozni. Hát én mondtam el alpolgármester asszonynak, Szilvikének, hogy Szilvike, meg lehet oldani, mi megtermeljük a palántákat. Adunk, nagyon szívesen, és most olyan tervünk van, hogy az egész Karcagot ellátjuk palántal, tavasszal. Tehát akkor most a karcagi szervezetnek ez a legfőbb terve. Ez a legfőbb terve, magokat ültetünk, kimegyünk Kubainak, adott egy részt a fólia, nem fólia, hanem üvegházba, ahol megtermelhetjük ezeket. Sőt, azt mondta Imre, hogy még kocsit is biztosít, hogy 9 főt ki tudjon vinni a kocsi, és minden nap 9 fő ülteti a magokat ahhoz, hogy a Karcagot el tudjuk látni palántukkal. Milyen ötleteik vannak még itt Karcagon ezen kívül? Hú, mert ez egy nagyon jó ötlet. Hát, jó ötlet Karcagon. Az is egy jó ötlet volt, hogy újból lehoztam Karcagra az idősek világnapját. Országos rendezvény, ahol 300 fő fog részt venni. Majd erről egy picit beszélünk, jó? Még jó. Az interjú végén. Most beszéljünk már még egy picit a karcagi szervezetről. Most jelen pillanatban hány fővel működnek? Jelen pillanatban 160 fővel működünk, és hál' Istennek igaz, hogy külső szemmel azt mondták, hogy én elég szigorú vagyok a tagjaimmal kapcsolatban. Ez miben nyilvánul meg? Hát ez abban nyilvánul meg, hogy mindent megcsinál a szervezetem. Amit kell, amit mondok, amit ötletet tudok, mindent megcsinál a szervezet, de nem igaz, hogy a szigorúságom véget, mert ez nem igaz, hanem inkább
az egyesület szeretete véget csinálják meg. Szeretnek ott lenni. Ugye itt volt a tegnapi nap, körülbelül 20-30 fő bejön egy elnöki ülésre. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis szeretik az egyesületet, talán még az elnököt is szeretik, és hát ez, ebben nyilvánul meg, hogy jönnek a tagok. Hívás nélkül jönnek a tagok, sőt, volt olyan már, hogy több mint 50-en voltunk, le kellett vonulni a nagy terembe, és ott tartottuk meg a beszélgetést. Mindenki elmondhatja a véleményét. Igen, mert sok mindennel foglalkozunk mi. Méltányossági nyugdíj, egyszeri nyugdíj emeléssel, most a lakásfenntartási engedély, ugye ebben benne van a gázárak, amit nagyon, de nagyon fölhívom Karcagvárosnak a figyelmét, hogy pártoktól függetlenül bárkinek gondja van, jöjjönek hozzánk, nagyon szívesen segítünk. Minden hétfőn 8 órától 12 óráig az Egyesületben vagyok, a Rákóczi út 3 szám alatt, és szeretettel várunk, mondom, teljesen függetlenül minden párt semlegességgel dolgozunk, úgyhogy megcsináljuk bárkinek ezeket a dolgokat, segítünk ennek a megírásában mindenben. Mekkora apparátusa van Sanyi bácsinak, vagy minden Sanyi bácsi intéz, jön, megy a hivatalok között, igen, vagy esetleg vannak segítők? Hát, igen, hadidnék, hogyha azt mondanám, hogy magam csinálok, nem magam csinálok, hanem nekem segítségeim vannak hozzá, de ezeket a dolgokat, ezeket a nyugdíjtámogatásokat, meg ezeket a dolgokat, ezt én csinálom, mert én ismerem, meddig mehetünk el, hogy kell megírni, miként kell megírni. Tehát ez teljesen én csinálom, mert a többiek ezt nem értik úgy, mint ahogy én, mert ugye a nyugdíj igazgatóval, a országos nyugdíjintézettel nekem összekötésem van a Mészáros Lajos által, mert az idősügyi tanácsnak ő a tagja, és mi ott sokat találkozunk, meg már, sőt, itt is fogunk találkozni, mert jön majd a elmondott rendezvényünkre, itt lesz, helybe lesz, és itt is itt fog lenni, és lehet, hogy még sok újdonságot fog mondani majd az egyesületi tagoknak, sőt, akik nézik majd a televíziót, még azok is kaphatnak ízelítőt sok mindenből. Sanyi bácsi, milyen gyakran tartanak összejöveteleket itt a karcagi szervezetben? Minden hónapban van egyszer egy olyan összejövetel, ahol van egy elnökő beszámoló önkormányzattól. Mindig van vendégünk, mert ugye el kell mondanom azt is, hogy Dobos László polgármester úr nagy szeretettel elvállalta a patronáló szerepet, hogy patronálja az Egyesületet, fel is vettük pártolótagnak, tehát ő is tag, és ugyanígy a Szilvike is, az alpolgármester asszony is pártolótagunk, Hubaiék is pártolótagunk, hát meg a két miniszter is pártolótag mind a kettő, úgyhogy hát jó állunk pártolótagokkal, jó állunk ponzorokkal, akik segítik nekem nagyban a munkámat, ami nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, nélkülük nagyon nehéz lenne ez a dolog. Társszervekkel hogyan tudják tartani a kapcsolatokat, egyesületekkel? Nagyon jó. Vannak-e közös rendezvények? Igen, nagyon, de nagyon jó az együttműködés az erdélyi csapattal is, akik Erdélyben voltak. Azok is ott tartják mindnálunk az első összejövetelt, és utána úgy osztják szét az embereket a városba, több felé, tehát mindenkihez, aki kint járt ott náluk, azok fogadják a vendégeket, de az első lépés nálunk van, a utolsó lépés, meg mindig a Dérénibe egy nagyon jó hangulatos, mulatós társaság jön össze, finom birkahús, kis jó karcagi pálinka, meg jó borok, tehát minden ott van az asztalon, ami egy idős embernek kell, ami egy idős embernek mindig élményt és szeretetet nyújt. Tehát akkor el lehet mondani, hogy a rendezvényeiken a jó hangulat dominál, mindig, általában jól érzik igen, magukat. Mindig a jó hangulat. Úgyhogy szeretnek az emberek jönni, szeretünk jönni a Dérinébe. Sajnos én szeretnék jönni, úgy mondhatom sokszor a Dérinébe, de nem tudok jönni, mert más elfoglaltságon véget. Ugye most is 24-ére van egy ünnepség, sajnos nem tudunk részt venni, mert már nekünk készülni kell akkor a mi összejövetelünkre, úgyhogy van, mikor keresztezzük egymást, hát majd ezen én a jövőben úgy gondolom, hogy majd változtatni tudunk, meg kell közös megbeszélés a vezetőkkel, hogy ki mikor akar rendezvényt csinálni, hogy ne keresztezzük egymást, és ott tudjunk lenni
azon a rendezvényen is, és a miénken is ott tudjanak lenni az emberek. Hát Sanyi bácsi, mai interjúnk legfőbb apropója, a közelmúltban Sanyi bácsit egy örömteli esemény érte, egy örömteli eseményben lehetett része, el is hozta nekünk ezt Igen. a bizonyos dokumentumot, Sanyi bácsi miniszteri dicséretben részesült. Mit lehet erről tudnunk? Mikor, miért, hol vehette ezt? Tehát Igen. én addig megmutatom a nézőknek. Igen, én elmondanám, hogy ez nem csak az én érdemem. Ez a karcagi szervezet és az Országos Nyugdíjas Polgár Egyesületnek is az érdeme, hogy engedtek engem úgy dolgozni, ahogy nekem tetszett. Tehát engedték, hogy én ki tudjak bontakozni a munkába olyan szinten, hogy erre felfigyelt a parlament, fölfigyelt az Iván László professzor, a nyugdíjas tagozat elnöke, és felfigyelt természetes Balogh Zoltán miniszter úr, és ő már szóval jelezte nekem, hogy hát nagyon sokat dolgozol, Sanyi bácsi, azt mondja, hogy bírod. Mondom, köszönöm szépen, jól bírom. Jobban bírnám, hogyha annyi idős lenne, mint ő, de hál' Istennek jól bírom ezt a gyűrődést, szeretem csinálni. Életem célja ez, hogy én a nyugdíjasokkal még élek, tudjak foglalkozni. És erre fölkaptam egy szép levelet a asztalosné Zsupán Erikától, hogy a miniszter úr engem ezzel a kitüntetésbe fog részesíteni. Tehát az emberi erőforrások minisztériumától, a miniszteritől igen. kapta. Az idős ügy területén kifejtett kiváló szakmai munkája elismeréséül miniszteri dicséretben részesítem. De most is hangsúlyozom, hogy ez a tagjaimnak is, és az Országos Egyesülete tagjainak is az érdeme, nem csak az enyém, mert nélkülük nem lehetett volna ezt megoldani. Úgyhogy... Hogyan zajlott ez az átadó ünnepség? Erről beszéljen nekünk Sanyi igen. bácsi. Hol volt ez? Ez Budapesten a parlamentben volt, gyönyörű terem. Be voltunk, és hát elvittem a karcagiakat, 40 fő, és elvittem Karcagi Nagy Zoltánt, a városunk képviselőjét. Hát ő neki adtam aztán át a fényképezőgépemet, és ő készített felvételt, csináltunk több mint 100 felvételt a parlamentbe, és hát engem, amikor fölértünk a parlamentbe, a kapunál már ott vártak, jött egy biztonsági őr, hogy Sanyi bácsi gyorsan, mert már kezdődik az egész, és még a te helyed ott van üresen. Hát mondtam, hogy köszönöm szépen, azt ugye nem kísérve, mert Sanyi bácsi úgy is tudja már, hogy hová kell menni, meg merre kell menni, úgyhogy kíséret nélkül fölmentem, és beültem a helyemre. Pontosan a díjátadás előtt volt ez a, hogy hívják, ott ültünk végig a kitüntetettek. Itt az önkormányzat megkapta, az nem a karcagi, hanem nem 10 önkormányzat kapta meg az idős emberekért emblémát, és ez hát megérdemelt, és én szeretném, hogyha jövőre karcag is ott lenne, fönn a parlamentbe, mert az egy kis pénzzel is jár. Megmondom őszintén, hogy egy kis pénzcentrikusság is benne van itt a gondolatomban, mert igenis a karcagi önkormányzat is nagyon, de nagyon megérdemli azt, mert rengeteget segít a nyugdíjasokon. És ennek én nagyon örülök, hogy így áll hozzá az új polgármester úr is, és csak gratulálni tudok azért a szívóságám keménységén, amit megold a nyugdíjasokkal szembe. És akkor utána megtörtént a díjátadás? Hát, megkaptam a díjat, a fényképek alapján igazol. Azokat is majd megmutatjuk igen. a kedves nézőt. Hát a Zsupán Erika adta át a díjakat, és hát ki kellett ugye mindenkinek személyesen menni, átvenni a díjat. Hát itt egy nagyon kellemes meglepetés ért, mert a kis enyhe laza tapsok után egy hatalmas taps következett, akkor kijelentették, hogy a következő kitüntetett Béres Sándor, a Nyugdíjas Polgár Egyesület elnök helyettese. Hatalmas tapsorkán kitört, el nem múló tapsorkán, amíg a helyemre nem ültem, zúgott a taps. Ez milyen érzés volt, Sanyi bácsi? Hát a Zsupán Erika azt mondta, hogy Sanyi bácsi, ne haragudj, de te olyan népszerű vagy, azt mondja, hogy ezt tényleg te nagyon, de nagyon megérdemelted ezt a díjat, azt mondja. A népszerűséged, azt mondja, országos szinten hatalmas.
Hát én megköszöntem neki, köszönöm szépen ezt a kitüntetést, amit mondott nekem, mert az egy külön kitüntetés volt még emellett. Uh-huh. Utána volt a nagy ünneplés. Igen, volt nagy ünneplés. Hát, megmondom őszintén, olyan nagy volt az ünneplés, ott az emberek körünkön már vége volt az egésznek, kimentünk, és volt svéd asztalos asztal. Hát én nem tudtam egy falat enni valót sem enni, mert ideges mindig... Volt, nem, de hogy ideges voltam. Folyamatosan gratuláltak. Folyamatos gratuláció. Gratulációkat. Hát most el lehet képzelni, körülbelül 1200 ember volt ezen a rendezvényen, és állítom, hogy az 1200 emberből az 1200 gratulált nekem. És hát ez milyen érzés? Hát ezt nem lehet elmondani. Ennél szebb érzést nem tudok elképzelni, amikor a munkáját értékelik az embernek. És itt nem is a pénz dominált, mert ugye ezzel nem kaptunk pénzt, hanem itt maga az emberi szeretet, amit kapott az ember az emberektől. Ennél én sokkal, de sokkal büszkébb vagyok, mint hogyha akármit kaptam volna. Ez egy nagy büszkeséget jelentett az én számomra. Karcagnak is nagy büszkeséges Sanyi bácsi, úgyhogy szerintem az egész város lakossága nevéből szívből gratulálunk mi is ehhez az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, és én azt kívánom Karcag városának, hogy még sok ilyen kitüntetés legyen, sokat kapjon a Karcag városa, és én akkor vagyok a boldog, hogyha más is kap kitüntetéseket, mert akkor igenis a Karcag város mozog, él és dolgozik, azért, hogy szebb legyen az embereknek az élete, a nyugdíjasok élete szebb legyen. Én csak egyet tudok mondani, ami Karcagon folyik, ahogy látom itt, utak fölfestése. Nagyon, de nagyon szépen halad Karcagon, és tényleg gondolnak a legkisebb utcákra is, mindenre. Tehát nem alszik a város, nem egy alvó városról van szó, hanem igenis egy nagyon értékes városról van szó, és ehhez én külön gratulálok az önkormányzatnak. Sanyi bácsi, beszéljünk most akkor arról a rendezvényről, amelyet említés szintjén már a riport elején. Igen, hála jó Istennek, újból sikerült lehozni a Nyugdíjas Polgári Egyesület Idősek Világnapja alkalmából rendezett kis összejövetelt, ami úgy néz ki, hogy 300 fős, lesz ez a rendezvény. Egy a gondom, a hely, hogy nincs hely, de megoldottam. Hát több helyen fogunk majd étkezni. Az ebédnél úgysem fontos a muzsika, meg nem fontos sok minden. És szét tudtam osztani, a cukrosok kidatták a ő helységüket, a mi nagy termünk, fönn a Móbe Alfa átadott egy nagy helységet, tehát a három, és akkor sátort állítunk, és a 300 embert el tudom helyezni. És gondolom, hogy nagyon kellemes és nagyon jó lesz. Hát ehhez a rendezvényhöz támogatást Hubai Imre vállalkozó adott, aki ugyancsak tagunk most már, és most már nem ponzorként, hanem tagként kell, hogy említsem Imrét, és hát nagyon, de nagyon szívvel, lélekkel odaállt az Egyesület mellé, és most ő felajánlott egy szürke marhát, amit fogunk főzni a 300 embernek. És még itt el kell mondanom azt is, hogy ezt a szürke marhát 4 rendőr főzi, tehát még a rendőrség is mellettünk van, hozzánk állt, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy azok az emberek szívvel, lélekkel jönnek hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon, de nagyon szép Idősek Világnapját fogunk Karcagon csinálni, amire ugyancsak megint Karcag városa büszke lehet, hogy ezt a rendezvényt újból Karcagon csináljuk meg. Ez most már a 6. ilyen rendezvényünk Karcagon, 6. világnapi rendezvényünk, és mind nagyon jó sikerült. Remélem, hogy ez is nagyon jó fog sikerülni. Annyit még mondjunk el a kedves nézőknek, hogy ez október 26-án lesz. Igen, október 26-án 11 órakor lesz a Dérini Művelődés Otthonba, és a Dérini Művelődés Otthonba szeretettel várjuk Karcag lakosságát is. Vegyenek részt ezen az ünnepségen, ismerjék meg a Nyugdíjas Polgári Egyesületnek az életét, működését, örömét, búját, bánatát. Sajnos bánatunk is van. Ugyanis nemrégen halt meg Fazekas Sándor miniszter úrnak az édesanyja, aki hatalmas lelkesedést
tisztelettel volt az Egyesületünk iránt, mindig segített, mindig jött és dolgozott, segített mindenbe, sajnos hirtelen meghalt. Most pedig egy másik tagunk halt meg, egy fiatal ember, Lovász János, aki Egyesületi tagunk volt, hát sajnos a halál nem válogat. Fiatalabb korosztály, idősebb korosztály, így szép egymás után elmegyünk mindannyian. Úgyhogy nem szeretném ilyen bánatosan, búsan befejezni ezt a kis műsort. Én mindenkinek azt kívánom, hogy legalább olyan szép legyen az élete, mint az enyém, és úgy érezze, olyan boldognak érezze magát, mint én érzem. Sanyi bácsi, így legyen, így kívánjuk a város összes szépkorú lakójának, hogy kellemes napokat töltsenek még együtt, főleg együtt. Sikeres rendezvényt kívánunk október 26-ára, és az utána következő napokra, hónapokra, évekre még több sikeres, jó hangulatú rendezvényt. Sanyi bácsi, köszönjük szépen, hogy itt volt, további jó munkát. Nagyon szépen kívánunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.